Üdvözlöm nézőinket! Rozsnyói magazin adásával folytatódik tovább ma is a Városi Televízió műsora. Nézzük az adás tartalmát. Hétvégén zajlott a köztársasági elnökválasztás első fordulója. Rozsnyón közel 15 ezer választópolgár 37%-a voksolt a szombati választáson. Március utolsó hétvégén lesz az elnökválasztás második fordulója. Elkezdődtek az írásbeli érettségik. Március 21-én a magyar nyelv és irodalommal fejeződnek be. Jelképek és emlékezés. Háromnapos a sikeredet az 1848-as Magyar Szabadságharc emlékünnepsége. Koncert, Kossuth Kupa labdarúgótorna, koszorúzások. Az összefoglalót adásunk második részében láthatják. Remélem, segítségünkkel ma is sikerül eligazodniuk a hírek, információk világában. Kezdjük mindjárt a legfrissebb történéssel. Tegnap, március 18-án kezdődtek az írásbeli érettségik, és március 21-ig tartanak. Szlovák nyelv és irodalommal kezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Amíg délelőtt központi teszt feladatokat oldottak meg a diákok, majd déli 12 óra 20 perckor hangzott el a rádióban az írásbeli érettségi belső része, a fogalmazás. A Safari gimnáziumban is izgatottan várták az idei témákat. A magyar iskolások a következő fogalmazás témák közül választhattak az idén. Első téma, az a perc őszintességet kíván, elbeszélés. Második téma, miért tudnék, nem tudnék vegetariánus lenni. Vitacikk az egészséges táplálkozásról. Harmadik téma, a könyv a tudás alapja, korok tanítója, a szellem királyságának ura. Szeneka idézet alapján elmélkedés. Látni és lelkesedni. Egy szép város vagy táj leírása. A diákoknak 3 óra állt rendelkezésükre a fogalmazásra. Kelet-Szlovákia 96 középiskolájában 6846 diák érettségizik a héten. Rozsnyón 2 magyar tanítási nyelvű osztály érettségizik a gimnáziumban és az egészségügyi szakközépiskolában. A szlovák nyelv után idegen nyelv, választott tantárgyak következnek, majd a magyar nyelvvel fejeződnek be az idei érettségi vizsgák. Hétvégén, március 15-én szombaton zajlott a köztársasági elnökválasztás első fordulója. Rozsnyón a 15.408 választópolgárból alig több mint 5.600-an járultak a szavazóurnákhoz. Reggel 7 órakor nyitottak a város 18 szavazókörében a választóhelyiségek. A városban 14.992 választópolgár adhatta le szavazatát, ám csak 5.667-en tartották fontosnak, hogy szavazzanak március 15-én. Megszólította magát a kampány, a köztársasági? Annyira nem. Nem. Egyforma az egész, nem valami híres. De azért van tipje. Van. Vyberali sme si kandidáta, teda oslovila nás kampaň. Nepôjdem osobne. Nemám vybavený voličský preukaz. Hát nem nagyon nem szoktunk erről beszélgetni, úgyhogy nem, hogy nem érdekel a politika, de hát olyan, amilyen, úgyhogy inkább nem hozzuk szóval, mert csak vita van belőle. Hľadáme si takých kandidátov, ktorí by teda mali záujem o nás, ľudí, ktorí by zabezpečili zamestnanosť, právny systém, ktorí by zabezpečili, dajme tomu, aj nejaké výhody pre starších a dôchodcov. Tak si myslíte, že nebude potom druhé kolo? Nie, lebo koho ja volím, ten určite bude prezident. Ešte som není rozhodnutý, ale niekoho budem voliť. Skutočne. Asi v tej prvej peťky niekoho. To sa potom vykryštalizuje o 2 týždne a budeme troška múdrejší. Most fogok megyek a temetőre, azt úgy, mert a zöld iskolába oda kell mennem, a magyar iskolába. Most oda fogok. Idem do 10. Ja som ešte nebola, čo ja viem. A poznáte kandidátov? Koho poznáte? Ani nepoznám. No aspoň jedného mi povedzte. Nepoznám ani jedného. Aj keď som počula, alebo čo. Neviem. Nem kértelkedtem, meg volt a jelöltem, kire szavazok. Úgyhogy erről ezt tudom mondani. Biztos voltam a voksom, vagy kirádom. Rozsnyón a szavazók bizalmát Andrej Kiszka nyerte el 1889 szavazattal. Második helyen Radoszla Prochácka végzett 988 voksal. Ezután Robert Fico következett 975 szavazattal.
Ivan Knyasko 843 szavazatot, Bárdos Gyula pedig 536 szavazatot kapott. A járásban a legtöbb szavazatot Kiszka kapta. Bárdos Gyula a harmadik legtöbb voksot kapta a járásban, szám szerint 3112-t. Bárdos Gyula személyében először indult magyar jelölt a köztársasági elnök választáson. Annak ellenére, hogy alig hívták meg országos televíziós vitákba, a 14 jelölt közül Bárdos Gyula az 5. helyen végzett, közel 100 000 szavazattal. Andrej Kiszka és Robert Fico került a köztársasági elnökválasztás második fordulójába, amelyre március 28-án kerül sor. Két arany és egy bronzéremmel tért haza a rozsnyói Farkas Henrietta a Szocsi téli paralimpiáról. Műlesiklásban és óriás műlesiklásban szerezte érmeit a legsikeresebb 27 éves, látássérült szlovákiai sportoló. Zsapka Attila versenyből a Református Egyházi Alapiskolában kezdődött március 13-án a Magyar Forradalmi Szabadságharc 166. évfordulójának megünneplésére. Zsapka Attila, magyar költő, Böröcki Mihály, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, József Attila megzenesített verseiből állította össze műsorát. Idejét veszti ronga karda, úgy kelj föl, mint forradalmat. Szedd össze csontjait, barátom, lopnak a bőség kosarából. Tompa Petőfi sírodat rá. Március 15-én szombaton a köztemetőben is megemlékezés zajlott. A Magyar Szabadságharc emléknapján Szörcsey Antal honvéd százados sírjához sokan látogattak el. Lelke áldottá lesz. Hős turulként el nem vesz. Milyen tisztelt ünneplő közösség. A mai napon, március 15-én a Kárpát-medencében... Beke Zoltán önkormányzati képviselő a Rákóczi Magyarház alelnökének köszöntő szavai után Buza Zsolt református lelkész szólt az egybegyűltekhez. Önálló, magunk által választott kisebbségi intézményrendszer gyakorlatban is érvényesíthető és számunkra. A megemlékezésen a Rákóczi Szövetség támogatásával a diákutaztatási programban Gyöngyös Halászról is érkeztek vendégek. Gyöngyös Halászközség önkormányzata, önkormányzat testülete, a önkormányzatnak a hivatalának a dolgozói, illetve gyöngyös halászi középiskolásokkal vagyunk itt most a Fölvidéken. A Rákóczi Szövetségnek a támogatásával a diákutaztatási programba veszünk részt a mai napon. Meglátogattuk a Betléri kastélyt, és utána idejöttünk együtt ünnepelni önökkel, a felvidéki magyarokkal, és most további szép programok várnak ránk, szintén itt Rozsnyón, a Rozsnyói főtéren, illetve elsétálunk a Kossuth szoborhoz is. Az 1848-as Magyar Szabadságharc tiszteletére szervezett emlékünnepségeken készült riportokkal folytatódik az adás. A Rozsnyói Fábri Zoltán alap- és szakközépiskola idén harmadszor rendezett teremlabdarúgó tornát. A győztes csapat jutalma a Kossuth kupa volt. A rendezvényt Rozsnyó városa és a Rákóczi Magyarház támogatta. Polgármesteri kezdőrúgással indult az idei Kossuth kupa labdarúgó torna. Annak ellenére, hogy 6 iskola nevezett be a teremlabdarúgó tornára, a Kossuth kupáért végül csak 5 iskola versengett. A Sárospataki iskola technikai okok miatt nem tudott részt venni a versenyen. Ennek a kupának az a célja, hogy a környéken működő magyar iskolák gyerekeit összehozzuk, és mivel március 15-e ünnepeljük, ezért ennek az ünnepnek a tiszteletére rendeztük meg ezt a tornát. A Fábri Zoltán alap- és szakközépiskola tornatermében a dernői, tornai, almási, pelsőci és rozsnyói iskolák 5 fős fiú csapatai versenytek egymással. Az idei kupa legnagyobb meglepetését az almási csapat okozta. A sok fiú között egy lány is futballozott. Én kiskorom óta szerettem focizni, hát kosárlabdáztam is egy évet, de az nekem nem igen jött be, mert azok lányok is játszhassák. A focizni nincs lány csapat, az a baj, de fiú csapatba is be tudok illeszkedni. De azt sajnálom, hogyha egy picit megnövök, akkor majd nem fogok tudni fiúkkal focizni. A 2x10 perces mérkőzések egész délelőtt zajlottak. Végül a harmadik helyen az almási foci csapat, második helyen pedig a tornai alapiskola végzett.
első helyet és a torna legszebb Kossuth kupáját a házigazda, Fábri Zoltán alap és szakközépiskola futballcsapata szerezte meg. Megnyertétek ezt a mai Kossuth kupát, mit szóltok hozzá? Nagy az öröm? Igen. Sokat készültetek? Igen. Nem van sokat, küzdöttünk. De... Küzdöttünk itt. Milyen volt ez a mai nap? Mi volt a legnehezebb? Melyik meccs volt a legnehezebb? Az utolsó. Az utolsó. Kivel játszottátok az utolsó meccset? Dörnő. Dörnővel. És mennyire nyertetek? 2-0. Szerintem nagyon sok ügyes, tehetséges fiú jelent meg ezen a tornán, és érdemes lenne vele többet is foglalkozni, mert megérni. Tehát egy kicsit ez nevelő szándékkal is vonatkozik rá, hogy jó, nekem tetszett az egész torna. Annak ellenére, hogy a tornának csak egy győztes csapata lett, a gyerekek szemmel láthatóan nagyon élvezték a napot, hisz szerintük nem a győzelem, hanem a részvétel és a mozgás volt a fontos. Rozsnyón az 1848-49-es magyar szabadságharc 166. évfordulójának tiszteletére szervezett hagyományos emlékünnepségre március 14-én került sor. A pénteki programsorozat a Csemadok rozsnyói helyi szervezetének és területi választmányának szervezésében valósult meg. Elégében süt már a nap, elmúlt már a hosszú tér. Minden házon zászló renget, a vég márciusi szél. Magyarország szabadságát ünnepeljük e napon. Az ünnepi program a város főterén Petőfi Sándor emléktáblájánál kezdődött. A rozsnyói Safári Gimnázium diákjai irodalmi összeállítása és megzenésített Petőfi verssel készültek. Feláldozom szerelmet. Melyik a súlyosabb kereszt? Mit jelent a számotokra, mint a itteni gimnazisták számára március 15-e? Sok mindent, ez a legnagyobb nemzeti ünnepünk, a magyarságunkat. Talán ez az egyetlen ilyen esemény, amit Rozsnyón is megemlékezünk közösen. Én annak idején mindig elgondolkodtam azon, amikor gyermek voltam, hogy miért kell ez. Tehát hogy a gyerek még nem tudja, persze ki kell állni, szavalni kell, stb. De hát amikor az ember ugye már történelem órákon magába szívja a dolgot, akkor visszamenőleg megérti, hogy miért viszi el a szülője, stb. És szerintem ami a legfontosabb az, hogy a szülők adják át ezt a gyermekeiknek, hiszen a gyermek magától ezt nem tudja, csak hogyha megkapja hozzá a megfelelő információkat. Az emléktábla koszorúzása után a már megszokott útvonalon a közel 500 fős tömeg lesétált a Kossuth szoborhoz. Követik, merre jár, hegyeken és tengereken túlértik majd szavát. Azt légy, ki sose fél, ki a szívek melegét összegyűjti két karjában, mit nem tépett senki szét. Az idei esztendő bátorító szónoka Csoltkó Jenő a Csemadok Kassa környéke területi választmányának elnöke volt. Kossuth szobor, én is itt voltam ezelőtt 10 évvel, ez egy jelkép. Ez épp olyan jelkép, mint a Szent Korona, a himnuszunk és sorolhatnám a sok jelképünket. Ezt meg tudjuk tölteni tartalommal, akkor válik igazán jelképé. Mert ha nem tudjuk megtölteni érzelemmel, értelemmel, akkor ez csak egy szobor marad, egy darab vas. De viszont én úgy látom, hogy itt azért Rozsnyón van itt annyi értelem, van itt annyi érzelem, hogy tényleg jelképé váljon az itteni magyarságnak. Az idei március 15-e kettős ünnep volt a rozsnyóiak számára. A szabadságharc 166. évfordulójának megemlékezése mellett 10 éve, hogy a Kossuth szobor újra köztérre került. Annak ellenére, hogy az emlékművet nem az eredeti helyén a főtéren állították fel, Kossuth Lajos szobra a város szívében helyezkedik el. 2004-ben állította fel újra a város önkormányzata. Azért is ragaszkodtak akkor a képviselő, különösen a polgármester ahhoz, hogy ide kerüljön, mert ez a város területe is nem lehetne könnyen elmozítani innen. Minden esetre meg tudom mondani, hogy tisztességes helyen van, és hál' Istennek tisztességes helyre is került. Habár meg tudom mondani, hogy én még nem voltam akkor ennél, de nagyon örülök, hogy akik voltak előttünk, és megtettek mindent, hogy ez a szobor ide kerüljön, erre a szép helyre, és mindig március 15-én össze tudjunk jönni erre a szép ünnepére. Én meg vagyok győződve, hogy a Kossuth szobornak a felállítása
ha némileg meg is osztotta a rozsnyói magyarságot, de ennek ellenére a mai napig összekötő ereje is van. A 10 évvel előtti eseményeknek személyes résztvevője is voltam, és szerintem jelent ez egy összefogást, mert összefogja az egyházi, társadalmi és politikai szervezeteinket, már mind a magyarokat, az itt élő magyarokat. Az ünnepi műsor koszorozása a Krasznahorka várjai, Várhosszúréti, Jólészi és Háskúti férfi éneklő csoportok közreműködésével, s végül a magyar himnusz eléneklésével zárult. Kedves nézőink, a Városi Televízió adása Európai Uniós magazinnal folytatódik. Jövő héten rövid hírösszefoglalót és televízium archívumot láthatnak. Ma köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, a viszontlátásra!